szembe kerülj egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Ez bizony a Millás reggeli, még mindig itt a 90.9 Jazzy Rádion, benne Kántor Endre a benti stúdióban. Mihálovics András pedig az otthoni stúdiójából, és rengeteg üzenet érkezett, és többek között itt a technikai személyzettel, Puzs Gergővel és Vastag Zsolttal átbeszéltük Richard Dreyfuss életművét, kihagytunk egy jó pár dolgot. A film, amit én ajánlottam, az a Holdfény Parador felett, 1988, de Gergő bejött és elmondta, hogy természetesen a Zsarulesen örök klasszikus, úgyhogy igen, és a Cápában is ugye ő játszik a Rob Steiger mellett. Mondtam egyébként, igen. Úgyhogy Richard Dreyfussról beszélgettünk még itt, hiszen... Sajnos azóta már egy kicsit megbicsaklott az ő pályafutása, amit szépen illusztrál az, hogy láttok feltűnni a Piranha 3D-ben. Ne viccelj! Ne, nagyon gáz. Figyelj, ne, csak azt hiszed, azért az egy kultuszfilm, tehát a 3D. Igen, meg még nem értjük ezeket jelen pillanatban, majd egy kicsit később megértjük jelentőségüket, ugyanúgy, mint a zombicápák támadása is szerintem. Tehát ami megér már három részt, az azt kell, hogy mondjam rá, hogy és ne felejtsük el, hogy Samuel L. Jackson is eladta magát annak idején a Kígyók a fedélzeten című kiváló alkotáshoz, aminek az a lényege, ugye, hogy kígyók vannak a fedélzeten. Tehát a címben elmondtak mindent, amit a filmben tudni kell. Ez van. Igen. Nézzünk közlekedést? Nézzünk, bizony. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Én annyit tudok mondani, Endre, hogy jelzőlámpa hibát észleltek a Kerepesi úton és a Nagy Lajos Király útján. A Kerepesi úton a Dózsa-György útnál, a Nagy Lajos Király útján pedig a Fogarasi útnál sötétek a jelzőlámpák. Aztán van egy balesetünkről is hír, sajnos. A Mogyoródi úton történt, mindez a Hungária körút közelében. Igen, és a kedves hallgatók pedig azt írták meg, hogy a Kerepesi és a Fogarasi vasúti híd alatt kifelé egy troli áll. Szerintem ez nem régen írták, úgyhogy ez még valószínűleg okoz torlódást ott a környéken. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Nem tudom a múlt, vagy a tegnapi nap nagy hírét ma nem megemlíteni, mert hogy a Gede lekevert, így aztán nem tudtam elmondani az arra érdemeseknek, hogy az Iron Maiden együttes Budapestre jön 2021-ben. Ne viccelj! De bizony, a Legacy of the Beast című turnéjának utolsó jövő évi európai szakaszába választották be Budapestet. Na akkor menjünk csápolni! 2021. június 9-én a Groupama Arénában láthat bennünket csápolni a nagy érdemű Kántor Endrével. Hát mert mi ott csápoltunk. És nem mellesleg meghallgathatja az Iron Maiden együttes legfrissebb szerzeményeit. Ott csápoltunk mi Sopronban is. Úgyhogy mi nagy Iron Maidenesek vagyunk. Igen. Addigra kell szereznem egy pólót. Az Ozzy is jön, képzeld el. Az ő mikor? Szintén Budapesten? Igen, bizony, úgyhogy bejelentették szintén ezt, hogy ugye volt egy olyan, hogy utolsó turné, én nagyon sajnáltam, hogy lemaradtam róla, és nem mentem el végül is arra a prágai koncertre, de most van egy ilyen utolsó utáni turné, úgyhogy amíg még mozog az ember, amíg még ki tud mozogni a színpadra, addig még szerintem csinálja. Úgyhogy az ilyen öreg rocker arcok közül ő is ide látogat. Na, hát ennél talán egy kicsit jobban érdekli a nagy közönséget az, hogy megszüntetheti a főváros a hibrid autók ingyenes parkolását,
és csak a tisztán... Endre, tegnap beszéltünk, igen, tisztán elektromos autóknak hagynák meg az engedményt. Igen. Én inkább arról beszélnék, hogy van egy ikonikus épülete Budapestnek, amely lebontásra kerül. Nem tudom, hogy megvan-e neked a Váci utcában ez a Fontána ház, ahol ott, igen, van az a, régen ugye a Fontána áruház, igen, volt benne értelemszerűen. 1984-ben épült, és eldőlt, hogy lebontják. Pedig hát a hozzáértők szerint Budapest egyik legjobb szocmodern épületéről, uh-huh, van szó. Nem teljes bontásról van szó, de a homlokzat teljesen eltalakul, 2,5 évig fog tartani az átalakítás, a tulajdonos pedig a Müller Drogéria Magyarország, ők azt közölték, hogy a földszinten, az első emeleten és a -1-es szinten a saját drogériájuk, valamint más áruház kap helyet, a felette lévő szintekre pedig 35 nagyméretű lakást terveztek. Uh-huh. A Semmelweis, képzeld el, hogy bekerült a legjobb 250 egyetem közé, az egyik legfontosabb rangsorban. Ugye ez a Times Higher Education listája, vagy világrangsora szerdán jelent meg, és a legjobb magyar felsőoktatási intézmény is lett egyben. Az egyetem honlapján lehet ezt olvasni. Az orvos és egészségtudományi területen a 301/400. Helyről a 201/250 közé került az egyetem. Az élettudományok területen pedig 56 helyet javított, és a 301/400 egyetem között szerepel, ezzel lekörözve a másik három hazai orvosképző egyetemet. Egyébként ez a szakterületi rangsor 11 tudományterületen 5 terület mutatói alapján méri össze a világ felsőoktatási intézményeit. Ezek közül a Semmelweis 4-ben, tehát oktatási környezet, kutatás, idézettség és ipari bevételek terén jelentősen tudott javulni. A szakterületi rangsorokon pedig a hazai felsőoktatási intézmények között ugye a legjobb helyezést érte el, de az biztos, hogy vagy az is jó, hogy a többiek is javítottak és értek eredményt. Minden esetre ez egy nagyon fontos rangsor és jó dolog a hazai oktatásban. Képzeld el, hogy egy művészeti alkotásra is szeretném felhívni a figyelmet, mert hogy a berlini fallal kapcsolatban készült egy művészeti alkotás, Berlin festmény egészen pontosan, egy budapesti tűzfalat ékesít. A Német Nagykövetség és a Színes Város csoport közös projektje, a főváros 7. kerületében az Akácfa utca 27 szám alatt lehet ezt megtekinteni. Frankfurti művész Justus Becker és Benkő Katalin által megálmodott munkáról van szó, amely annak állít emléket, hogy 30 évvel ezelőtt történt Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesítése. Békejel van rajta, meg három emberalak, amelyek egymást segítik át éppen egy falon, az alakok ruházatát pedig a német zászló színeire festették, és a háttérben stilizált berlini épületek, valamint az évforduló száma látható. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene.